Ötödik alkalommal szervezik meg a pünkösdi lovaszarándoklatot, amelyhez idén három székelyföldi helyszínről csatlakoztak érdeklődők. Székelyudvarhelyről Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Csicser Lovarda csapatával indult el Lóháton a csíksomlyói búcsúra. Zima szaladra a következő üzenetet fogalmaztuk meg. Szűz Mária, Magyarország nagyasszonya, áld meg udvarhely szék sokszínűségét, hogy békében együtt éljünk. Adta át az imaszalagot Sinka Arnold önkormányzati képviselő, az udvarhelyszéki RMDS ügyvezető alelnöke a lovajzarándokoknak, Antal Lóránt az udvarhelyszéki RMDS elnöke kíséretében. Lóra pattant Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is, hogy a Csicser Lovarda csapatával magával vigye a szalagokra írt imaüzeneteket, a békéért, a családokért, az édesanyákért, a fiatalokért. Ez a nemzeti összetartozás ünnepe lesz, már csak azért is, mert pont a napjára esik. A lovaszarándoklat során nem csak a székely magyar lovas hagyományokat akarjuk feleleveníteni, hanem célunk az, hogy azoknak az embereknek, azoknak a magyar közösségeknek az ima üzenetét juttassuk el Csíksomlyóra, akik esetlegesen nem tudnak személyesen részt venni a bucsúi szentmisén. A három székelyföldi helyszínről 211-en vesznek részt a lovaszarándoklaton.